Szép jó napot kívánok, szevasztok srácok, ismételten alsó újlakon vagyunk, folytassuk a tegnapi munkálatokat. Így hirtelenjében eladtam a Johnny-t meg a másik nagy gépet, két Johnny-t eladtam, gyorsan nyomjunk egy futrinket, meg egy super strength-et is berúgunk. Fejezzük be a bálázást, amit elkezdtünk. Vagy nem elkezdtük, hanem mit csináltuk. Kicsit lejjebb veszem a fülesemet, hogy ne ordítsam már túl magam. Na. Hopp, szójelés kéne engednem. A szedőt. Na így. Oké, mehetünk is. Ugye maradt egy pár, nem tudom, erre be van kapcsolva az autolód, vagy a automata szórás, remélem be van kapcsolva. Ha nem, akkor gyorsan bekapcsoljuk. Maradt itt még tegnapra 1, 2, 3, 4 csík, de már tegnap nem volt energiám befejezni. Most is munka után minden izé nélkül jöttem, és mondom, tartalmat kell gyártani, és csinálni kell a munkákat, mert el vagyunk maradva kegyetlenül, és nyomatjuk. Mindjárt kiderül, hogy be van-e kapcsolva, hogy úgy marad, vagy nekem kell majd. Na, be kell kapcsolni az autószórást. Y, oké. Mehetünk is tovább. Azért mondom, nem jó, milyenkor ugye kilépsz, mit tudom én, visszalépsz, akkor nyomatni kell újra a cuccost. Azt hittem, hogy legalább emlékezni fog ránk. De hát ezek szerint nem emlékezett a kis sunyi. Még mindig hangosak vagyunk. Így. Így már mindjárt mások. Igen, billentyűzettel játszok. Itt van mellettem lent a kormány, de... Nem, most valahogy... Megint csak úgy van, hogy... Jó lesz az a billentyűzet most. Ez is ilyen... Mondom, rohanok gyorsan, mondom, mert így is mindjárt fürdeni kell, feküdni, lefele aludni. De mondom... De még kedvem is van játszani. És így... Mondom, én már nem pakolászok, itten dugdosok össze-vissza mindent. Hanem mondom, leülök és játszok, csak a játékkal foglalkozok. Kiélni minden pillanatát. A T150-es módosítani fogom, mert ahogy tegnap visszanéztem a videót, nem tetszik. Dupla kerékkel nem tetszik. Nem gyere be valahogy, olyan kis csúnya. Csúnyácska. Csúnyácska, csúnyácska. Melyik? Csukta be az ajtót. Megfulladunk bent a fülkébe, gyerekek. Mindjárt befejezzük, kihozom a két bálahordókocsit, azt szépen elkezdjük pakolászni fölfele.
Bőpakoljuk, lekötjük, bevisszük ide a marra telepre, valahol lesúvasztam, fogalmam sincs hova. Majd a pillanat heve majd hozza az eseményeket, meg a területet, hogy hova tudom majd lepattintani. Ezt rakjuk odafele. Nem csinál, nem keresünk kétségbe. De nem is szabad kétségbe esni, mi nem olyanok vagyunk. Nem azok a fajták. Na, azt mondja, hogy gyerünk a szélre. Azt utána visszafordulunk, még úgy emlékszem, ott is van egy kis pamacs. Ja. Ah, jó, annyi kell, annyit rágya kell. Kéne ilyen visszajelző, hogy becsukódott, hogy mehetsz. Valami hasonló. A ezzel módot be fogom rakni jobb sarokba. Jó, hát lehet, hogy nektek most a bal sarokba mutattam, de a jobb sarokba itt nekem a monitoron. Azért eredeti időt. Tegnap is azért eljátszadoztam, azt nézve mondom, basszus már ennyi az idő. Mondom, mindjárt kelek. Hogy tudjátok a helyzetet, 4:40-kor kelek minden nap. Csárt a lába, 9:30-10 órakor fekszem. Ráadásul ma én voltam a soros, meg tegnap is. Párom délutános volt. Ez ilyenkor azt jelenti, hogy a párom délutános, hogy akkor én megyek a legkisebb gyerekemért bölcsibe. Elhozom. Kaja, fürdés, stb. Tehát ilyen az a gyereknevelés. Gondolom nem kell sokatoknak bemutatni. De hát ezt én vállaltam, meg ezt én vállaltuk a gyerek dolgot. Tudom, sok ember azt mondja, tehát nem mondja senki, hogy vállalj gyereket. Elnézést az ásításért. Tehát ez ilyen. És utána természetesen leülök, mint játszadozni egy picikét. Természetesen ezek mind azután van, miután eleget tettem a család és a gyerekek, vagy a család. Hogy szokták ezt mondani? Ja, tehát eleget tettem az apai dolgoknak, és csak mint családfenntartóként is, úgymond, családfenntartó, hát mindenki dolgozik. Kötelezettségeimet elláttam, és akkor most van ilyenkor 7:30-8 óra magasságában, van egy pici én időm, és azt szokásos hóbortom, játszok. Ezt mondják, hogy apa idő. Vagy erre szokták mondani, hogy apa idő. Na, remélem, hogy ez a csík még belefér, úgyhogy szinte meg is lesz az egész vállám. Hanem akkor így jártam. Hát ez nem lesz egy egész bála, vagyis hát egész bála lesz. Egy, ezt tuti. De kettő biztos, hogy nem. Nem tudom erre
ki fog dobni nekünk egy egész bálát, ki akarom üríteni? Valószínű. Na nézzük, 43-nak kiüríti. Mindjárt nyomunk ilyen kirakásit. Befejezni a bála kirakás. Na ezt akartam. Így. Ezt akartam. Na. Gyerünk, truck, vigyük vissza a telepre a bálázót. Azt hozzuk kifele a kocsit. Pincsi móka lesz. Vagyunk. Lehet, hogy nem ártott volna le most, de most mindig nem vergődök vele. Így nem. Merről vagy amarról. Ezzel megyünk, ezzel kihúzom, és ezzel is rakom meg. Hopszika, hopszika. Mindig elfelejtem ezt az árkot. Megpróbálom, első középre beállok, mert minél több bála van. És innen majd összeszedegetjük. Ide behúzom körülbelül, ezt ide. Mert ugye igazából azt kellene csinálnunk. Hogy egy helyre hordjuk. Ugye mert úgy szokták csinálni, hogy lehordják a földről oldalra. És onnan kezdik el szedni. Na. Kezdjük meg a rakodást. Te erre kíváncsi leszek saját magamnak is. Tehát az lenne a lényeg, hogy két sor elférjen. Ez lesz az. Így. Ne! Ne gurulj már sehova! Az Isten áldjon meg! Már elgurult szemét. Na nem baj, majd össze másikkal arrébb tolom. Kíváncsi leszek erre a pakolásra. Igen, azért meg kéne próbálni egyenesen szúrni a villát, a bálát. A főrakni sokkal nehezebb lesz. Hát igen, ha így raknál valaki a bálát, akkor lehet, hogy elzavarnának. Mint az így ferdén nagyon szar. Aja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 j
Majd lehet mindjárt picit annyit csinálok, hogy csalok. Nagyon picit. Elfér mellette a másik. Kettő. Na.
Négy bálának kéne főférnie. Egyenes a villa, egyenes a szúró. Aki ebben tapasztalt, az most csukja be a szemét. Mondom, csukja be a szemét. Ó, bassza. Borzalom. Borzalom, borzalom. És ez? Ezt nem tudom lekötni. Ez hogy van? Na, bassza meg ezt a rohadt super strength-et. Már bocsánat. Na így. Így már valahogy lesz valami. De azt csinálom legfeljebb, hogy ahogy főrakom, egyből lekötöm. Vagy lehet, hogy a manitóval kellett volna pakónom. És esik az eső. Az bálahordásnál nincsen baj azzal. A lelke mindennek az, hogy egyenesen kéne ráállnom a pótra. Főleg, hogy a pót meg F van ferde az egész. Na, jó van gyerekek, ezt nem lesz jó, az itt le fog menni az összes izé. Lemegy a nap. Le fog menni a nap így, sajnos. Elnézést. Pedig azt mondtam, hogy ezével fogom vitrakt, vagy bála villába fogom főrakni. Bála tól vagy henger, vetőgépek, bála töltők. Ez igen. Csak ez nem autolódos. Ez kockabálát szed. Akkor vissza pótkocsik. Igen, tehát itt van. Tehát ezek is azok lennének, csak ezek nem autolódosak. Jó van gyerekek, most ennyit nézzetek el nekem. Autolód. Ebből mennyit tudunk? Ebből elég lesz egy bál autolód. Igen. Nézzétek el nekem. Gyorsan összekapom.
Akkor lehet jobban járok, hogy ezt a kis traktorok közül ezt most eladom. Meg a homlokrakodót is eladjuk. És kis traktorok közül MTZ-ben van egy rakással. Melyik legyen? Kéne legyen turbós. Weimar 1074-es. Zetorok is vannak egy turbó. Melyik ez? Nézzük már meg. Erre kíváncsi vagyok. Aj, de szép hangod van, az anyádban, jó Isten. Nincs interaktív? Hát így biztos nem bírom. De azért van jó. Csodálatos. Nem úgy volt, hogy kikapcsoltam a helyzet. Maga a... Mondjad már. Parésodás, gazosodás. Vagy már későn kapcsoltam ki lehet. Az a baj. Gyorsan összekapkodjuk.
Ctrl Z. Easy. Easy peasy. Nem akarok itt temizélni. Teket óriázni, mert gyorsan össze akarom kapkodni. Az majd ilyen fél bála. %50. Lesz itt azért bambána. Ennyi? Ennyi, meg egy bambi. Ennyi, meg egy bambi. Elviszik hamar hátra, mert ez egy silók. Ez vagy tenni a tárolónak, kinevezzük. Ja. Most miért nem tudom kirakni? Várjál már. Működési helyzet. Működési helyzet. Aha, oké. Jó. Kirakodás. Ez hülye. Igen. Na. Ez hülye. Leszeretném rakni, bakker. Na, végre van. Nagy szülés volt. Főleg is ugye elviszem a felét. Ugye ízén van. Hát még lesz azért bála. Még egy kocsival lesz.
Kocsira való lesz. Veszünk trágyatárolót elsősorban. Na még van egy. Ha már így vagyunk, ilyen jó vagyunk időben, akkor elsőbb elkezdünk trágyát szórni. Így. Hogy fütyül a turbó? Visszaengedem a gázt. Oké. Na. Ez megtörtént. Ezt pedig itt fogom hagyni. Így. Na. Építkezzünk. Kell nekem egy trágya siló. Ez bővítmény. Aha. Jaj, de jó, ez még nem látszik semmi belőle. Ne, ebből igen. Esik eső, esik eső. Már itt az marha istáló. Itt a siló. Szóval tudnám lerakni úgy, hogy ne legyen útba se, de tudjam használni is. Ez a marha legelő, de nem. Hát maximum így. Ennyi, most hirtelen ennyibe ez jutott eszembe. Pótkocsi, ki kéne vinni. De most nem viszek ki semmit, hanem veszek egy trágyaszórót. Na. Nem így lesz. Nem ám. Pótkocsik közé veszek egy izét, és kiviszem a földre. Igen. Azt fogom csinálni. Kicsit combosabb kellene. Pót. Combosabb is, de attól függetlenül
Nem annyira ez egy kókányt. Három egész nyolc tonnás. Ez jó lesz. Ez régi, várja. Mert pont itt állok, a jó Isten álljon meg. Na, visszaállít, igen. És... Na, hozzuk ezt, vigyünk ki. Rágyát. Hát nagyon remélem, hogy... Hopp! Na. Isten, és megáll, hallod? Bele a hülye eszedet. Mocskos fejt. Mindegy, itt úgyis ez az én földem. Kicsit megtapossuk. Elmegyünk, már elviszi minden ezt a súgóablakat. Na, ezzel hordom kifele trágyát ide. Hatos földre, nem tudom, hogy két-három kocsival biztos kiviszek. De a szélére le fogjuk borítani. Brava megtölti, utána sírva fakadok, hanem. Persze, hogy megtűnt, jó van. Vegyük úgy, mint a megpakolnám most. Bűzölög a ganyé. Tizenötezer-kettőszázötven liter trágya. Ide fogom kiborítani. Kontrolli. Szerintem hozok két-három, még egy két-három pótkocsival.
Közben. Egyébnél, nem egyébnél van. Aha, itt van. Sárgát, nem a jó öreg, nem sárgát veszünk. Ja, de megvan itt a megjelenés színe is. A jó öreg sárgát. Igen. És lapátot fogok venni, vagy kanalat. Nem trágya villát. Húzzad, húzzad, húzzad. Remélem nem akadunk el. Na, az lesz az. Hozok egy kocsival. De szerintem még azért még ez a három pótkocsi szar az nem olyan sok. 15-30 ezer, még egy pótkocsi kijön. Azt majd utána látjuk. Azt se akarom, a sokat hordjak ki. Utána meg kellemetlen lesz onnan elpirickázni, de hát legfeljebb át tudunk hordani a másik oldalra és földre. Abból baj nem lesz. Na. 447.910, fél millió forint egy kocsi trágya. Már majdnem lehet, hogy reális, nem tudom, hogy milyen árak vannak most. Így lehet fölborítani könnyen a pótot. Na. Csiki-csuki állapot. Lehet, hogy ezt a pótot megtartjuk. Figyelj, trágyát így viszi, akkor szerintem gondja nem lesz mással. Az öreg, öreg vej már. Ezt nem így akartam.
Kurva jó hangja van. Imádom. Hopp. Ha marad, ezt majd legközelebb szedjük ki ezzel. Akkor tuskózni kell. Géprajz is ott van. Letalpaljuk itt. Jó. Most már csak egy trágyaszórót kell. Itt láttam legvégén. 3,9. Hú, 10.000-től 25.000-ig. Műtrágyázó. Betoljuk. Trágyázógép. Alapértelmezett. Ez a békebeli tökéletes. 12.000 liter. Oké. Na. És akkor ezt szórjuk ugyanúgy. Hova raktam a traktort? Nem. És régivel. Nem. Hova lettél te aljas? Ez a régi. Ja, itt van, hülye. Szerintem még a mai részben elszórjuk azt a fődöt. Leszórjuk. Utána el is köszönök. Vagy hány óra van? 4:49. Még azt leszórjuk. És megpróbálom egy részét. Várjál, forgásban ne legyek már útba. Az öreg köhes.
Jaj, nem ezt a kanalat, te. De húzd magad felé, bakker. Hülye. Jó, megcsináltad. Nem azt akartam, kinyitottam a kanalat. Na. Úgy néz ki, hogy ennyi maradt. Elindulunk innen. Mit szóltok hozzá? Országútiba terítjük a fost. De még a látszódna is. Na mindegy, nem számít. Szórjuk a ganyét. Látszik az, látszik az. Picit látszik. Lesz itt, amit az ébe. Két kanyar, egy pótkocsi, vagy egy... Igen, joda-vissza. Körülbelül. Kettő kanyar, se több, se kevesebb.
De így, ha jól, így jó lesz. Három kanyar. Körülbelül. Így durván megleszek. Három pótkocsiból. Remélem visszaérek. Tűtésig. Jön a sár, vagy mi van? Majdnem döglődött. Jó, az a jó esőben jó szart hordani. Legjobb. Azt szokták mondani, akkor jó dolgozni, akkor jó esik. De nehezen akarod becsukni ezt a kanalat. Vagy a gémet. Így pont jó, mert így hagyom a kanalat, akkor legalább tudom azt, hogy vagyis a gémet így hagyom, akkor nem kell félnem attól, hogy mellé rakom. Aha, tele is van. Na. Hát ez így gyorsan megvan. Hogy az az érdekes, hogy megtrágyázott szerencséd van. Még majdnem azt mondta, hogy nincs megtrágyázva. Fene a pofádat. Aha. Felező. Be van kapcsolva a felező. Gyerekek. Rá kellett kapcsolni a felezőt, mert így majdnem bajba voltunk.
Majdnem bajba volt a haza. Vagy inkább szarba. Kapcsoljunk egy kis tempómatot, az hagyd szólja. Jöjjön ide ez az ő trágya mennyiség. Szinte. Hát még kell töltenünk egy kocsit. Több mint valószínű. Lehet, hogy azt csinálom, gyerekek, hogy nem is fordulok, de visszafordulok. Lehet, hogy nem kellett volna visszafordulnunk, hanem azt kellett volna, hogy megtölteni. Mert az még nem lesz már elég arra, hogy legfeljebb még egy kocsit végig fog szórni. Ilyen fódozásképpen elnagyolok. Hát még a szerencsém lenne, de miért is lenne? De megint az lesz, hogy ott valahol el fog fogyni. Na persze, hogy el fog fogyni, nem fog kiérni vele. Ez az érdekes, akkor fogy ki fel, akkor ilyenkor dadog. Bírd már ki. Persze, hogy nem bírta ki. Rohadjál. Milyen jó lenne ezt joystickkal játszani? Te toljad már kifele. Fene a picsárda. Kell az.
Na. Azt mondja, hogy hogy állunk itt te. Na, imádkozzunk abból, hogy elég legyen. Ha nem lesz elég, vagy elég lesz, akkor innen a maradék főd trágya megy arra a kis földre itt. Mert szerintem lesz ott bőven. De az már az a jó, hogy már ilyenkor 50%-os trágyázást ír. Megszántod. Jössz a vetőgép, aztán csókol anyád, csomag nincs. Hát köllött az a három pótkocsi trágya. Esik egy kicsit az eső, ettől lehet szórni a trágyát. És még visszafordulok, az szinte jó is lesz. Mennyi marad itt? Azt meg kérlek szépen, azt majd beszántom. Ezt a trágya mennyiséget ott be lesz szántva. Dörög, villámlik, de a parasztot nem lehet behajtani a földre. Még annyit csinálok. Ezt bepakolok. Picikét elkezdek, szántok egy pár sort. Húzok egy pár borozdát. Utána majd a következő részben azt rágyázzuk meg. Na, az ez a rész is tartalmas volt azért. Én úgy érzem. Ez a jó, amikor ugye akadozik majd a végén, hogy elfogy. Na. Ez ennyi volt. Nem, ezt oda berakjuk a izé mellé, trágya. Nem. Ide, ide rakjuk, betolok ide vele.
De ezt a kis trágyát meg itt majd bele a trágyát. Tárcsára szánt van. Igen. Nézzük meg ezt. Nekem nem tetszik, az a bajom. Nagy traktorok közül mi van itten? Semmi olyan. Jó. Ez lesz az. Na. Kicsit szántunk, nem az egész földet. Na mondom, mi történt? Na, de nem akartál indulni. Olyan nehezen indult, hogy mondom, mi a fene. Figyelj, megvan tárcsa, vagy mi az, megvan trágyázva, lehet szántani befele. Forgatható seker rajta. Három méteres. Kéteres, méteres, de hát igazából. Jöhettem volna mással is. Nem. El lehet szutykolni, halljátok. Kegyetlenül el lehet szutykolni. Pont ez a izé. De legalább 20. És már itt egyenesen elmegyek. Ha törik, ha szakad. Ezt majd befejezzük azt a izét.
a beugró részt. Ez érdekes amúgy ez, hogy egyszer hol 20, egyszer nem 20. Jobb, legelső eke. Úgy elhagyogat. Na bánja fel, ha fene. Bánja a fene, csak a kukoricánkat ne tapossák le, az a lényeg. Na mi van, mellette lévő föld már nem tetszik annyira. Hát rajta menjük a borozdán, muszáj igen a bal első keréknek rajta menni, mert különben fótos lesz a szántásunk. Nem kicsit, hanem nagyon. Na de gyerekek, ez a rész ennyi volt. Majd jövök a folytatással, ezzel a képpel elköszönök. Ezzel a képpel elköszönök. Nagyon szépen köszönöm, ha megnézitek a videót. Jövök a következő tartalommal. Sziasztok, szevasztok, jó pihenést mindenkinek. Ciao, ciao, szevasztok.